Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a Paksi Televíziónak a nézőit. Örülünk annak, hogy ezen az adáson együtt vannak velünk. És természetesen nagyon köszönjük és hálásak vagyunk a Paksi Televízióért, a televízió munkatársaiért. Isten áldását kívánjuk az ő munkájukra, a szolgálatukra, ahogyan megpróbálnak a városunk és a város környezetében élő emberek számára jó híreket sugározni. Hát Isten áldja meg önöket, áldja meg valamennyiüket. És innen a Paksi Pünkösdi Gyülekezetből küldjük a köszöntésünket mindazoknak, akik néznek bennünket, és kívánjuk Isten áldását valamennyiük életére. Az adás során a képernyőn meg fog jelenni majd telefonszám, illetve cím és e-mail cím, illetve honlapcím, amelyeken el tudnak bennünket érni, és erre azért hívom fel már előre a figyelmet, mert majd utalni fogok arra, hogy lehet bennünket keresni, és szeretettel várjuk a megkereséseket. Ebben a mai igehirdetésben szeretnék arról szólni, hogy a bűn beteggé teszi a lelket, és a megbocsátás viszont meggyógyítja a lelket. Nagyon sok esetben harmóniát keresünk az életünkben, úgy fogalmazzuk ezt meg, hogy boldogok szeretnénk lenni, hogy jól akarunk élni, hogy áldott életet akarunk élni, és ezzel a vágyunkkal együtt, ami minden emberrel benne van, mégis sokszor pont azt látjuk, hogy nem jön össze valahogy. Nem jön össze a harmónia, nem jön össze a boldogság, nem jön össze az áldott életérzés, pedig az mindenkinek jár. Én azt gondolom, hogy Isten, aki teremtője minden embernek, és alkotója minden embernek, és ő akarta, hogy mindannyian legyünk, akik itt élünk, vagy akik eddig éltek, ezek az emberek mind Isten akaratából éltek, és mi is Isten akaratából vagyunk, még akkor is, ha esetleg nem terveztek bennünket a szüleink, még akkor is, hogyha nagyon extrém körülmények között élünk, vagy jöttünk a világra, de egyet tudnunk kell, hogy Isten akarja, hogy legyünk. És mivel akarja, hogy legyünk, emellé a lét akarás mellé boldogságot akar számunkra adni. Nem csupán boldogságot erre a földi létünkre, hanem az örökké valóságra, hiszen az embernek csak ebben a testben szól 70-80-90 évre az élete, de a lelke az örök létre van teremtve, és Isten azt akarja, hogy minden ember megismerje őt, és ebben az örök létben, az örökké valóságban vele együtt éljen. Mi van, amikor a környezetünkkel bomlik meg a harmónia? Amikor például kizsákmányoljuk a környezetünket. Tudom, hogy ez a mi fajta kis, egyszerű kis embernél, ez nem sokat számít, ugye, mert hogy hát mi nem bányászunk ki azt, amit nem szabad, mi nem vágjuk ki azt a fát, amit nem szabad, mi nem szennyezzük a környezetünket, mint a többiek. De azért, amikor nem figyelünk oda a saját környezetünkre, mondjuk az udvarunkra, a házunkra, a kertünkre, a szomszédságunkra, vagy arra a természetre, nem tudom, hogy jártatok-e úgy az erdőben, hogy tele van szeméttel. És hát valaki azt kihordja oda, valaki azt oda kiviszi, azért, mert azt gondolja, hogy ha nem az én udvaromon van, akkor az nincs. Ezért elviszi a közösbe, ami nem a miénk. Mert pénzbe kerülne letenni valami olyan helyre, ahol arról gondoskodnak, és hát azt nem akarja az ember. De amikor elkezdjük szennyezni a környezetünket, akkor magunknak ártunk. Hosszú távon magunknak ártunk, és a többi embernek is ártunk. Amikor károsítjuk a környezetünket, igazából ezzel megbontjuk a környezetünkkel való harmóniát. És van egy másik szélsőség, amikor meg imádjuk a természetet. Nem arról beszélek, amikor szeretjük, és kimegyünk, és friss levegőt, és ápoljuk a kertünket. Nem erről beszélek, mert ez egy egészséges. Hanem amikor úgy gondoljuk, hogy a természet a minden. A természet az Isten, a természetre úgy kell vigyázni, mint az Istenre, mert meg fog haragudni ránk, és ezért egy felfokozott, extrém módon figyelünk oda a környezetre, és egy idő után már az ember kevésbé fog számítani, mint a környezet. Tehát amikor a harmónia megbomlik a környezet iránt, akár pozitív, akár negatív értelemben, akkor abból betegségek származnak, abból egészségtelenség származik. És mi van az Istennel? Amikor az Istent csak távolságból szeretjük, úgy gondoljuk, hogy jobb, ha minél távolabb van. Ne szóljon bele az életünkbe, ne akarjon velünk foglalkozni. Amikor figyelmen kívül hagyjuk őt, vagy amikor föllázadunk ellene, ezek olyan dolgok, amiben megbomlik az Isten és a közöttünk való harmónia. De általában legelőször az Istennel való viszonyulásunk romlik meg, vagy ki sem alakul, és ennek következtében önmagunkkal, a többi emberre, vagy a környezetünkben megbomlik a harmónia.
És hogyha azt szeretnénk, hogy egészségesek legyünk önmagunkkal, egészséges legyen a kapcsolatunk a többi emberrel, egészséges legyen a környezetünkkel, a viszonyulásunk is Istennel, akkor az, ami megbontotta a harmóniát, annak el kell menni az útból. És a megbocsátás az, ahol kezdődik a dolgoknak a helyreállása. Szeretnék egy pár bibliai idézetet felolvasni, mert ezek egyértelműen arról beszélnek, hogy mi az, ami megbontotta, és mi az, ami helyreállítja a harmóniát. Ézsaiás könyvének 59. fejezetéből olvasom. Nézzétek, nem az örökké való keze gyengült meg, hogy ne tudna megszabadítani titeket. Nem sükertült meg, hogy a szavatokat ne hallaná, hanem a bűneitek választanak el titeket Istenetektől, és a vétkeitek takarják el arcát előletek, ezért nem hallgat meg benneteket. Egyértelműen kimondja, hogy az Isten közel van, de a vétkeink, a bűneink eltakarják az arcát előlünk. Tehát most így én ide teszem az arcom elé a tenyeremet, és a kamera már nem látja az arcomat. És hogyha a kamera lenne az Isten, akkor engem ő tőle a saját kezem választ el. És nekem kell elmozítani a vétkeket, a bűnöket az útból, ahhoz, hogy ismét láthassuk. És ha nem vagyok hajlandó elmozdítani, akkor én takarom el az Istent a saját arcom elől. És az Isten arcát én takarom el. Nekünk kell elmozdítani az akadályokat ahhoz, hogy az Istennel harmóniába kerüljünk. Az Isten nem teszi ezt meg helyettünk, ezt nekünk kell, mert ez a mi karunk. Ezt mi irányítjuk. És ez a miénk. Miénk a felelősség. Hogyan lehet elmozdítani? Mi az Istennek a hozzánk állása? A Zsoltárok könyvéből idézek, 34. fejezet. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. 51. Zsoltár. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és a megtört szívet nem veted meg Istenem. 147. Zsoltár. Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi a sebeiket. Tehát Istennek a szándéka felénk az, hogy a harmónia helyreálljon. A harmónia Istennel, a harmónia önmagunkkal, a harmónia a többi emberrel, a harmónia a környezetünkkel. De ehhez nekünk valamit tennünk kell, mégpedig töredelmességre jutnunk. Azt mondja itt az ige, hogy a töredelmesség az, amit Isten keres és amit szeret. Amikor az Úr Jézus elkezdett a földi szolgálatát végezni, az első prédikációjában a következő mondatokat olvasta föl. Az Úrnak, az én Uramnak a lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hogy bekötözzem a megtört szíveket. Jézusnak ez az egyik legfontosabb földi szolgálata, és örökkévaló szolgálata, hogy akik megtörettek, akiknek megvan törve a szívük, azokat ő bekötözze, azokat ő helyreállítsa, meggyógyítsa. Milyen a megtört szív? Amíg másokat okolunk, addig még nincsen megtört szívünk. Amíg kifogásokat keresünk, addig még nincsen megtört szívünk. A megtört szív az megbánó, az beismerő. A megtört szív az bevalló, az bevállaló. Ez az én részem, ez az én felelősségem. És az, ami az én részem, az bevállalom. A megbocsátás és a megbocsátottság nélkül nincsen kiengesztelődés, és ennélkül nincsen áldott és boldog élet. A megbocsátás az egy alapdolog, a megbocsátottság egy alapdolog. Hadd idézem a 32. Zsoltár, Dávidnak a tanító költeménye. Boldog és áldott, akinek bűneit megbocsátották, és vétkeit eltörölték. Boldog és áldott, akit az Úr felmentett a vád alól, és nem rója föl a bűnét. Amíg hallgattam, kiszáradtak a csontjaim. Egész nap jajgatnom kellett, naphosszat segítségét kiáltoztam. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed. Erőm kiszáradt, mint a fű a tikkasztó forró nyárban. De megvallottam neked a vétkemet, és bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Így imádkozzon bocsánatodért mindenki, aki a tied örökkévaló. Keressen téged, amíg megtalálhat. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, és körülveszel a szabadulás örömével. A megbocsátottság átélése egy nagyon nagy örömmel jár. Amikor az Istennel helyreáll a kapcsolatunk, az már önmagában örömmel jár. És ez egy forrás, ez az öröm, a szabadulásnak az öröme, ez az Istennel való helyreállítottságnak
A forrása az, amiből tud táplálkozni az életünk, hogy helyreállítsuk a kapcsolatot önmagunkkal, helyreállítsuk más emberekkel, és helyreálljon a harmónia a környezetünkkel is. Jakab apostol azt javasolja, és azt tanácsolja az ő levelében, 5. fejezetben, hogy valljátok meg egymásnak a bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Hogyha valaki beteg, sok esetben ezt a betegséget azt tartja fönt, és az akadályozza a gyógyulást, hogy nincs helyreállítva a közösség Istennel, vagy nincs helyreállítva a közösség, a harmónia az emberekkel, vagy az ember önmagában hordozza még mindig a gyűlöletet, a haragot, és ez akadályozza a megbocsátásnak és a helyreállásnak, a harmóniának a meglétét. És ezért azt tanácsolja Jakab, hogy valljuk meg a bűneinket. Isten szent lelke az, aki ebben bennünket tanácsolni tud és vezetni, hogy mi az, ami az én vétkem, mi az, amit be kell látnom, mi az, amit meg kellene vallanom, de amikor megtörténik az a beismerés, ez a felismerés, és megvalljuk, és kimondjuk, és bocsánatot kérünk, akkor Isten körülvesz bennünket a szabadulás örömével. És a szabadulás öröme pedig gyógyító, kapcsolatgyógyító, életgyógyító. És kedves nézőinek, ezt szeretném felajánlani, hogy mi tudunk lehetőségeket arra, hogy hogyan lehet meggyógyulni ezeknek a kapcsolatoknak. A legfontosabb, hogy hívják személyesen segítségül az Úr Jézusnak a nevét. Imádságban kérjék, hogy bocsássa meg a bűneiket, és adjon kegyelmet. Kérjék a saját gyógyulásukat Istentől. De emellett, hogy személyesen valaki ezt kéri, szívesen felajánlom én is a személyes lelkipásztori segítségemet. Hogyha úgy érzik, hogy jó lenne valakivel ezt megbeszélni, és nincs kivel, akkor hívjanak föl telefonon, vagy írjanak egy e-mailt, keressenek meg levélben. A képernyőn ki lesznek vetítve az elérhetőségeink. Tudunk időpontot egyeztetni, és szeretnénk segíteni, hogy ez a harmónia helyreálljon, hogy betegek meggyógyuljanak, hogy rossz kapcsolatok megváltozzanak, hogy az Istennel a viszonyok helyreálljanak. Ebben szeretnénk segíteni. Ezért vagyunk, ez a gyülekezetünknek az egyik fontos küldetése. És legyenek bátrak, és keressenek bennünket. Most pedig imádkozzunk. Drága Úr Jézus, Te vagy a forrása minden áldásnak és minden boldogságnak. És hálát adok neked, hogy megtalálható vagy, és készségesen megbocsátasz mindenkinek, aki töredelmes szívvel hozzád fordul. Kérlek, Uram, hogy munkálkodjál mindannyiunk szívében, hogy felismerjük azt, mi választ el minket tőled és egymástól. Kérlek, adj nekünk töredelmes szívet, hogy kiengesztelődjünk veled, önmagunkkal és egymással. Hadd éljünk áldott és boldog életet most és mindörökké. Amen.